Tóth Józsefnek, vissza kell jönni. Törőcsik Steiner a nyomában, a sarkában szó szerint. Nagyon szép csel után Törőcsik be lehet adni, András, még nem, még egy csel. Kis Sándor, és gól! De szép gól volt! Egy gyönyörű dolog volt. Törőcsik két csellel beültette a hintába, tessék nézni. Szó szerint beültette a hintába Steinert. Lassításban egy csell. Még mindig nem volt jó a beadás, az a pozíció. Itt már igen, jobb lábon Kis Sándor nagyon szépen érkezik. A földről fölpattan a labda, 1-0 az Újpesti Dózsa javára, az első félidő 38, pontosan a 38. percében. Kisznyér, megint nincs senki a jobb szélen a Dózsából. Viszont Kisznyér ott van benn már az ötösön, és kapufa, gól, gól! Hey, micsoda dolog, micsoda bravúr! Steidl, Kisznyér, Törőcsik, Kisznyérhez, mellel maga elé teszi, valami csodálatos módon pörgette be a bal felső sarokba. 2-0. Marad a Dózsánál a labda. Kisznyér. Kis Sándor. Ott van Kis Sanyi előtt a labda. Mit védett Schumacher? Kis még mindig ott van a labda. És gól! Gól! 3-0! Tessék nézni, Kis Sándor visszapattan hozzá Hönerbachról. Aztán Schumacher lábáról még egyszer, Schumacher nem tudja elrúgni, Kis pedig a kapus nélkül maradt kapu bal felső sarkával. 3-0. Hartmann, Strack, Tekete is visszajön védekezni. Kardos elő, Steiner, vigyázni, gól! Védelmi hiba, 3-1. Kardos fölött átszáll a labda, Sarlós ahelyett, hogy egyből kivágta volna, habozott. 3-1.